A szépen felújított Bezerédi kastély, amely egyre többször közösségi programok helyszíne is, Régóta az udvaron tartják a termelői piacot, ez pedig most szombaton is így lesz. Ezúttal azonban az épület is benépesül, csupa egészséges programmal. Most szombaton március 23-án ismét megnyitja a kapuit a Ménfőcsön, aki kézműves és termelői piac. Nagyon sok árus termelő és kézműves jelentkezett, több mint 50-en fogják itt várni az érdeklődőket a Bezeredi Kastély udvarában. És ahogy szoktuk, mindig kapcsolunk hozzá egy másik programot, és így egy nagy múltra visszatekintő városi egészség egészséges program sorozatnak lesz az egyik állomás a Ménfőcsanakon, szintén itt a Bezeredi Kastély pincéjében. Rengeteg szűrésre, mérésre és tanácsadásra lesz itt lehetőség ingyenesen. Várjuk a érdeklődőket ezen a területen is, illetve próbáltunk gyerekprogramokat is kapcsolni ez a program az, ahogy szoktuk. Így a Bezeredi Kastély épületének felső részében gyerekfoglalkozások lesznek, a helyi zöld egyesület, a Muszáj Természetvédelmi és Koordinációs Egyesület egy mese és természet elnevezési foglalkozással, készülés előadással. Ez mind-mind ingyenes foglalkozás, lesz, kézműve, lesz, kézműves foglalkozás ezek mellett, illetve arcfestés és csillámtetko is a gyerekek nagy örömére. És mivel húsvéti hangulatban készülünk már ezen a szombaton, a gyerekeknek lesz egy kis tojásvadászat is a kastély udvarában, ahol színes műanyag tojásokat rejtünk el, és aki egyet-egyet talál, ez kis apróságra be tudja váltani a helyszínen. A csanakiak roppant igényesek, ez a közösségi programok tekintetében is így van. Egyre nagyobb igény van a rendezvényekre, amint egy 11 ezer lakosú városrészben. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy nagyon nagy szükség van egy-egy városrészben a sokszínű, sokrétű programokra. Minden programokra nagyon sok... Lakos érdeklődőt vártunk, és meg is érkeztek egyébként, nagyon pozitívak a visszajelzések, és folyamatosan igénylik, ha már megszokott programokat is, illetve mindig találunk ki új programokat is számukra. A termelői piacnak persze folytatása is lesz, a szervezők pedig újabb meglepetésekre készülnek a következő időszakban. Folytatjuk a gyerekek számára, családbarát Győr jegyében gyereknapra készülünk, készülünk ezen kívül egy civil nappal is júniusban, ez is már a harmadik lesz az idei évben, amikor a helyi közösségeket szólítjuk meg alapvetően, de természetesen ez is egy nyitott rendezvény lesz a lakosok számára is. Szombat reggel 9 órától tehát egészségpiac a kastély épületében, míg a szájüregi onkológiai szűrést a egyaljaúti fogászati rendelőben vehetik igénybe az érdeklődők.